Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jogi bizottság tagjait, meghívottakat, jelenlevőket. Jelenléti alapján megadható, hogy 5-ből 3-an jelen vagyunk, úgyhogy a bizottság határozatképes. A napirendi pontok vonatkozásában az egyebek napirendi pontban lenne 3 új napirendi pont, de gondolom erről elektronikus úton tájékoztatást kaptak a bizottság tagjai, illetőleg most jött még egy a múltkori bizottságülésen tárgyalt Kiskunfélegyházi PG alapítvánnyal kapcsolatosan egy tájékoztató. Most ezzel kapcsolatosan megbízott jegyzőúrral történt beszélgetésünk, vagy itt most a gyors eszmecsere folytán a bizottságnak úgy javaslom napirendi pontba történő felvételre ezen tájékoztatót, hogy majd a bizottságnak ugye erről még egyszer tárgyalni nem kell, de sürgősségi, ugye jól mondom, indítvánnyal a képviselőtestület elé utalhatja a bizottság. Úgyhogy én ezekkel a módosításokkal akkor kérem a tisztelt bizottságot, hogy akkor szavazzunk a napirendi pontokról. Aki így elfogadja, kérem, szavazzon most. 1-2, igen. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadta a bizottság ezen napirendi pontok vonatkozására. Akkor gyakorlatilag ez egy gyors kérdés lenne a PG alapítvány vonatkozásában. Súlyok Miklós kuratórium képviselője a most kiosztott tájékoztató alapján gyakorlatilag itt segítve eligazodást a két levél alapján vastagon ki van szedve az, hogy sem jogszabályi körzet, sem szándék nem létezik, hogy az állami fenntartásba korábban nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények kerüljenek. A Kriebelsberg intézmény fenntartó központnak tehát jelenleg sem jogosítás, sem jogi, sem finanszírozási vagy egy lehetőség nem adódik az átvételre. Ennek megfelelően határozottan látható, hogy ilyen szándéka nincs, és nem is lehet. Az egyházi fenntartású étel reális, és a megismert tények alapján megalapozott út lehet egy esetlegesen válságba kerülő alapítvány fenntartási intézmény megmaradásához, és ennek alapjául dr. Lovicki Zoltán helyettes államtitkár válaszlevelét ugye a átvétellel kapcsolatosan mellékelte. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van a bizottság tagjai részéről. Képviselő úrnak esetlegesen? Én csak annyit szeretnék mondani, az elmúlt bizottsági bizottság ezt kérte a bizottságot, szerezzen el Kriebelsberg intézetnek a szállásfoglalását. Én megkerestem őket, ez a válasz érkezett, ami egyértelművé teszi, hogy jogszabály nem ad lehetőséget másra jelen pillanatban, mint arra, hogy államit kézben nem lehet venni erre jogszabályt, nem ad lehetőséget. Egyetlen egy lehetőség van a egyházi fenntartásban adás, más lehetőség nincs. Ezt kérte a bizottság, hogy legyen más alternatív, és hogy dönteni tudjanak. Most már van két lehetőség, illetve hát a második lehetőség negatív, hogy valami döntés lenne, fontos azért, mert 900 emberről van szó. 820 diák meg többi. Hogy amennyiben ezen napirendi ponthoz kérdés észrevétel nincs, akkor én javaslom a bizottságnak jegyző úr javaslatát arra, hogy a bizottság akkor utalja a testület elé ezen napirend vonatkozásában a múltkoriaknak megfelelően a képviselő testület elé. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon most. 1-2, aki tartózkodik, aki nem, 2-1 mellett, akkor a képviselő testület elé terjeszti a jogi bizottság. Köszönjük szépen akkor a részvételt. Jó, akkor a továbbiakban haladunk a eredetileg megküldött napirendi pontok kapcsán, ami most így kettes, de egyébként egyes, tehát előterjesztés önkormányzati lakások lakbéréről szóló 19/2010 rendelet módosítása tárgyában, így gyakorlatilag az inflációs 5,7%-os rátával emelkedne a
szolgáltatók, a városfenntartói szolgáltató költségszervezet javaslata alapján a bérleti díjak négyzetméterenként. Hát én egy durva számítással számoltam, tehát egy ilyen 600 és 1000 forint körül növekedés jelent ez lakásonként egy ilyen átlag lakásméret kapcsán, és akkor itt gyakorlatilag megvan, hogy mennyivel növekedne itt a önkormányzati bevétel, illetőleg kiadási oldal. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel bizottság tagjai részéről van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazhatunk a határozat tervezetről. Aki támogatja, kérem szavazzon most. 3-1 hang igennel elfogadta a bizottság és támogatta. Következő napirendi pont. Előterjesztés helyi értékvédelmi rendelet módosítás tárgyába. Itt van nekem lenne kérdésem, csak mert igazából lehet, hogy egyértelmű, csak a védett település karakter vonatkozásába, tehát akkor nem a terület vagy körzet, hanem csak utcaképre korlátozódna, akkor gyakorlatilag a beszorítás az új épületeknek a engedélyeztetési eljárása sem akkor jó, akkor? Igen, tehát az értékvédelmi rendeletben van egy olyan mellékletben egy olyan meghatározó védett utcaképi karakter, abban pontosan le van írva, hogy melyik utcákra, melyik háztól, melyik házig vonatkozik az védett karakter, és azon belül lévő új beruházások vonatkozik. Gyakorlatilag az utcakép fokozott a védelme érdekében lenne erre szükség. Akkor jól értelmeztem végül is akkor. Én először azt hittem, hogy a másik, de akkor... De szóval csak az a szakasz, jó, csak az a szakasz. Mellékletben nem vonatározó, hogy nem vonatkozik. Jó. Bizottság tagjait kérdezem, ehhez a napirendi ponthoz kérdés részvétel van-e? Ha nincs, akkor kérem szavazunk. Aki támogatja ezen határozat tervezetet, szavazzon most. Akkor 1-2-3, egy hang igennel elfogadt és támogatja a bizottság. Jó. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont, előterjesztés Kiskunfélyhez a város önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítására. Hát ezzel mindig bajba szoktam lenni, mert pedig van táblázattal és nem a számok embere vagyok. Gyakorlatilag gondolom eddig megszavazott, illetőleg módosult összegekkel korrigálva lett akkor a addig elfogadott, illetőleg módosított költségvetési rendelet. Ezen napirendi ponthoz kérdés észrevétel bizottsági tagok részéről van-e? Számos elején oldom a szót. Hát én nem tudom pontosan, mit kell előhozakodni ezzel, de a anyagi forrás nem tudok megjelölni a javaslatainkhoz, az a pénzügyi szakembereknek a kompetenciája. Lenne itt egy 3 vagy 4 ilyen módosító javaslaton. Az első lenne a Hololászló szobor környékére vonatkozik, amelyek a környéki gondozatlan, nyáron gazos, a betonszegély, kár, nincs itt a főépítésző, a betonszegély. Bocsánat, itt közben súrnak, hogy ez nem ehhez, hanem a következő. Jó, köszönöm szépen. Ez a 12-es. Jó. Úgyhogy ez ehhez. Azért kérdeztem meg, igen, itt, igen, itt közben súrnak. Nem, a következő. Jó. Oké. Jó, akkor ezen napirendi ponthoz, amely 2012-eshez vonatkozik, nincs, akkor kérem szavazat, tisztelt bizottság. Aki elfogadja, kérem szavazzon most. 3-1 hang igennel elfogadta a bizottság is. Akkor ugrunk a következőre, és akkor itt lesz az előterjesztés. A Kiskunfélyhez a város önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletek megalkotására, és akkor már megadom a szót. Tehát itt a Hololászló szoborról volt szó, mert környéken nyáron gazos, a betonszegélyek kuszasága, összebiztosága az olyan, hogy felújításra szorul. A Vécu tulajdonos épi visszányú László találkozott ennek a környezet, a szobor környezetének a rendhozatalára egy 20-30 négyzetméter térbukló lapot, és egyúttal le kellene festeni a patika melletti emléktábla homlokzatát is, hogy méltó legyen a tábla, ahol elhelyezkedik. Omlik a vakolat csúnya a környezet, tehát ezt is rendbe kellene hozni, erre kellene valami a pénzösszeget találni. A másik ilyen tévfigyelő kamera kiterjesztése, ami már a módosító indítványok között szerepelt, de nálam is, mivel az én közvetemben van a Kossuth utcai ABC és a Spár épülete, tehát erre a két
tényleg kellene a térfigyelőkamerát kiterjeszteni. Én úgy gondolom, hogy ha tudnánk ez ügyben, akkor azt meg lehet valósítani. Azután van egy ilyen, hogy a Móra gimnázium kapujáig a Veselényi utcából egy kábel fektetnek le, és a járdát elmosják. Most úgy történt az előterjesztés, a szerződés, hogy a járdabontás után tér lukolató lapokkal fogják lehúkolni ezt a járdaszakaszt. Azonban kimarad egy, mint egy 100-120 négyzetméteren járdaszakaszot a új templom felé haladva, mert csak a kapuig burkolják le, és ezt a szakaszt le kell valami úton módon, hogy ez egyöntető legyen a járdaszakasz. Itt én nekem az lenne még a kívánságom, meg az elképzelésem, hogy ha már ez a járdaszakasz elburkolása megtörténik, akkor tovább lehetne ezt vinni a Városházától a Móra gimnáziumig, és akkor ez a szakasz ebben az évben készen lenne. Indoka az, hogy töredezett, púpos, repedezett, hiányos, tódozott a járda, a Kossuth utca 5 hét alatti szakaszon pedig csapadék esetén 2-3 centiméteres vízállást kell kerülgetni a járókerületnek. Azután a másik ilyen dolog, amit jó lenne megvalósítani, hogyha itt 10 millió forintból megújul a Petőfi tér, akkor egyúttal el lehetne gondolkodni azon is, hogy a Kossuth és a 5-ös torkolatában itt a Petőfi tér mellett körforgalmat, szökőkúttal látott körforgalmat lehetne kialakítani, ez megszépíteni a városközpontot és zöggenőmentességet rendezíteni forgalmat. Ennyi szeretnék a kiegészítésként hozzáfűzni a költségvetéshez. A megfelelő forrás, vagy a pályát, azt megfelelően hozzáadni. Köszönöm szépen! Akkor így pénzügyi osztály vezetőihez fordulni, akkor hogy erre van-e lehetőség, amelyet Szamos Endre képviselő úr fölvetett, vagy balázni kell, akkor tehát most itt rögtönözni, akkor nem lehet. Rögtönözni, gondolom nem lehet. A jelentkezési tárgyalásról lehet kiváltozni egész szépen. Ez a költségvetés pillanatnyilag erre önerő nem tud biztosítani, csak valamilyen másról terhére, amit akkor tisztelettel kérek a képviselő úr jelöljenek, hogy melyik jobb terhére. Tehát általános talpalékkal nem tervez a költségvetés. Igen, tehát ezek mind jogos felvetések, főleg itt tényleg ezek a nagy 2-3 cm-es ilyen, nagyon ezek a vizes árkok, már azt lehet mondani itt a Kossuth-utca. Igen. Tehát így gondolom, pályázat útján, én is jeleztem is, hogy pályázat útján lehetne, tehát folyamatosan. Hát én valamit ebből meg lehetne valósítani, esetleg ezt hiányzó lehet járnak azt. Tehát ott kimarad egy 15 méteres szakasz. Akkor összekötnének a két tóni templom járdaszakaszával, akkor egy hosszú járdaszakaszával megvalósulna a felújítás. Itt esetlegesen én annyit szeretnék itt a bizottság ehhez a napirendi ponthoz hozzáfűzni, hogy itt a Városüzemeltetési Bizottság egy javaslatot tett. Itt gyakorlatilag gondolom ezt megkapták képviselőtársaim, amely gyakorlatilag a informatikai beruházás, vagy informatikai rendszer ugye rovására egy felszabaduló 23.300.000 forintos pénzösszege szétosztott különböző feladatokra, illetőleg beruházási javaslatokra, hogy esetlegesen mint újdonság, vagy nem tudom, hogy meg lehet-e jelölni esetleg Szamos Endrének ebből, csak most azt is lehet, hogy mondjuk esetleg ezt a jogi bizottság ezen elképzelést támogatja, vagy testület elé utaljuk ezen kérdéskörbe való döntést. Vagy erre esetlegesen a bizottság tagjainak van ehhez valami hozzáfűzni, vagy javaslatuk, vagy esetlegesen akkor úgy kérdezem, hogy ez a felszabadult 23.300.000 forintnak a felosztása, ez elfogadható-e, vagy szűkebben szabad, csak azért, hogy ugye a bizottságokkal milyen szinten mégis azért összhangban legyenek. Én így akkor ezt így fölteszem kérdésként, mert egyébként meg úgyis magától értetődik, hogy a testület ülésen úgy is dönteni kell ebbe, hogy ki hogy gondolja ennek a felszabadult, vagy tehát betervezett, de
mégis felszabadultnak mondott keret. Én úgy gondolom, hogy ez égető kérdés és nagyon aktuális, tehát Tehát összegből esetleg kaphatnánk hozzá támogatást. Mert hogyha más nem egy valamennyit lecsipegetni ezen összegekből, hogy legalább egy önerőhöz szükséges legyen ez a pályázat, mert igazából tényleg a lakosság irányába is történnie kell most már. Tehát az tény, hogy ugye kifele megyünk, meg ebből az adósság konszolidációs eljárásból is várja a lakosság azt, hogy valami történjen már igen a város utcáin, vagy esetleg épületein, és ezek tényleg mind jogos felvetések, és szebbé is teszi tényleg a városnak a képét. Mindegy. Tehát azért mondom, hogy akkor majd a testületülésen, akkor a testületülésig még így is akkor van két nap, szűk két nap, ugye az 2 órakor kezdődik, akkor döntsön akkor majd arra a testet. Tehát akkor én azt mondom, amikor úgy teszem fel a kérdést, hogyha egyéb kérdés észrevétel nincs, hogy akkor a Városüzemeltetési Bizottság módosító javaslatával együtt akkor teszem föl szavazásra a határozat tervezetet, és akkor... Igen. Jó, akkor ezért kérdezem, hogy van-e? Azt hittem, hogy csak ehhez a témához. Nem, akkor megadom szót korábban. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én végültem a Városüzemeltetési Bizottság költségvetési megbeszélését, és hát valóban jó ötletek kerültek ki, ez látható nyomtatott formában is. Viszont én ott már elkezdtem pedzegetni valamit is, ezt mondom, jegyző úrnak is, ez majd mert gondoltól tűnt. Tehát önkormányzati képviselőként mindig azt kell nézni, legalábbis én részemre azt nézem, hogy mi a kötelező feladat. Tehát a kötelező feladataink ugye nem sok intézményünk maradt, óvodáink, bölcsödéink, egyéb szociális ellátásaink, és én ezekből szeretnék kiindulni, és itt tennék két javaslatot. Először is a Dampokista utcai bölcsöde, az most felújítás alatt áll, vagy elindult a beruházás, eszközés, illetve épület felújítás, de viszont a Darvastéri bölcsödénk tapasztaltunk, illetve intézményező asszonyjal is tárgyaltunk ebben kapcsolatosan, hogy eszközhiány merült föl, illetve az eszköz, sok eszköz, kültéri vagy beletéri eszközök cseréje szorulnak. Itt kérném szépen a bizottságot, hogy részemről felajánlott képet, részemről kért 2 millió forintot a Darvastéri bölcsőre eszköz fejlesztésére javaslok, illetve ha már a Darvastérnél tartok, a Darvastéren van egy óvodánk is, ami 2009-2010-ben részt vett egy energetikai pályázaton, ami félig elkészült, félig abba maradt, és a felmérések alapján az épület homlokzatszigetelése 50%-osan lett befejezve, 4 ablak, illetve 1 ajtó nem lett kicserélve. Az intézmény vezetővel szintén is felvettem a kapcsolatot, és egy becsült összeget kértem, hogy számításaik, illetve én is nagyjából úgy felmért a terepet, tehát számításaink, inkább így mondanám, szerint 2 és 3 millió forintra volna szüksége az intézménynek. Most nem tudom, hogy a bizottságnak már ügyenünk, de amikor ezzel kapcsolatosan egy kérdemet, azt nem tudom, hogy ez kérdezetre hozni. Nyomtatott formában. Volt, tehát itt benyújtottunk egy kérelmet a bizottság felé, és a kérelem tartalmazza azt igazából, hogy milyen felújításról van szó, illetve azt is hozzá szeretném tenni, hogy maga az óvodai alapítvány is hozzájárulna, tehát nem 100%-os önkormányzati beruházás befejezését kérném, hanem akár 50-50%-ban az jelentek akár 1-1 millió forint, az attól függ, hogy mit fognak mondani a számok. Tehát itt javasolnék, részemről 2 millió forintot kérnék az intézménynek.
És akkor most átvárnék, hogy honnan szerzek rá forrást. Tehát tegnap már pedzegettem ugye a félegyházi közlöny létét, ami ugye nem kötelező önkormányzati feladat, és itt jó látom az önkormányzati dolgok kiadásai között 8541 ezer forinttal szerepel. A félegyházi közlönyt én javasolnám jegyző úrnak, hogy március testületülésre erre egy kidolgozott anyaggal készüljünk, mégpedig olyan formátumban, hogy szervezzük ki 100%-os önkormányzati kártyába, egy személyes 100%-os önkormányzati kártyába, törzstőkét 500 000 forintot az önkormányzat csatolja, illetve egy másfél millió forinttal éves szinten támogassa a félegyházi közlönyt, és piaci alapon kezdjen el működni. Én azt gondolom, hogy a mai világban 8-500 ezer forintot csak így kiteszünk az ablakba, természetesen nyomtatott formáról van szó, tehát papír alapú újságról van szó, ami fontos, de én azt gondolom, hogy ez a mai költségvetési helyzetben, amikor 10 forintokat keresgélünk, ez luxus. Tehát ha itt 6.500.000 forintot, ha 2 millió forinttal támogatjuk ugye a közlönyünket, amit megpróbálunk kiszervezni 100%-os kártyával, 6,5 millió forintot fogunk megspórolni. Tehát 4 millió forintból már, ha levonom 6,5 millió forint, akkor marad 2,5 millió forint. A további javaslataim, amit a 2,5 millió forintra tennék, hogyha ez megoldható lesz természetesen, tehát ezt majd ugye azért ki kell dolgozni, hogy ez hogy fog kinézni. Látni itt a Mazsoret, Kungó Zenekar, Táncszínház, Partakoros egyesületek 300 ezer forinttal vannak jegyezve. Én ezt a 300 ezer forintot ebből a 2,5 millió forintból szeretném, ha megemelnék 500 ezer forintra. Tehát 800 ezer forint, másfél, 2,5 millióból 800 ezer forintot szeretném, hogyha ehhez hozzácsatolnánk a médiák támogatásával, rendben vagyok, tehát ezért is javasoltam fél egyházi közben egy másfél milliós támogatását, mert a Sirius is lehet, hogy a Clio TV is másfél millió forinttal van támogatva, tehát én azt gondolom, hogy itt egy egészséges verseny az így alakulnak ki. És akkor ugye a 1,7 millió forint maradt, az az 1,7 millió forintból nem találtam, hogy a sport, diák sport támogatás, nem tudom, hogy hamilk oldalon esetleg, hogyha kaphatnék róla segítséget, hogy gyorsan akkor megkeresnünk. Tehát akkor elmondanám azt majd később. Tehát 1,2 milliót, az 1,7-ből 1,2 milliót viszont javasolnék külterületi képviselőim javára, a három vagyunk külterületi képviselők javára szeretném, hogyha támogatást szerint megkapnák kültéri világítások fejlesztésére. Természetesen a meglévő igények fele szeretném ezt. Nagyon sok külterületi, mind a három külterületi képviselő olyan problémában szenved, hogy akár a, mondjuk én csak saját magam beszélek az ötös mentén, a busz megállók nincsenek világítva, és a lakosság részéről azt az információt kapom, hogy téli időszakban tett félnek azon említett. Sötét van, csak azért, tehát azért nem olyan kellemes az, hogyha az ember sötétben motorkál. Tehát egy ilyen 1,2 millió forintot külterületi világítás, és akkor ugye marad még 500 ezer forint, ami verseny és tömegsport 2 millió forint, forint sport, nem tudom. Hát én akkor a verseny és tömegsportot szeretném 500 ezer forinttal megemelni, jó? Tehát 2,5 millió forint. Köszönöm szépen. Én ezt csak egy olyan kérdésem lenne, hogy a képviselőtársam kiemelte a kötelező és nem kötelező feladatok súlyát, és most igazából nem kötekedni akarok, csak a Mazsoret Egyesület fúvó zenekari, meg a többi ugyanúgy nem kötelező feladatköré tartozik. Persze tény, hogy fontos szerepet vállalnak a félegyháza a kulturális életébe, csak de egyébként tök jó ötlet egyébként ez a félegyházi közlönynek a piac alapú történeti szervezése, így van. Én magam részéről tudom támogatni. Visszaadom a szót. Visszaadom a szót. Tehát igazából valóban ez a 800 000 forintos keretet én azért ajánlottam, tehát ide föl, és ez egy négy egyesületről van szó, mert valóban úgy, hogy elnök úr is mondta, tehát akár a Mazsoret, akár a Fúvó Zenekar, Táncszínház, tehát azért a város képviselői bárhol mennek.
Én azt gondolom, hogy ez a pénz, amit ha 500 000 forint lesz, ez a 300 000 forint, még ez is egy olyan összeg, ami hát, világos, tehát, hogy része annak, amivel esetleg támogatunk kellene. Tehát ezért javasoltam, illetve az 500 000 forint a diásportra, hát mindenketten tudjuk, de hát itt mindannyian tudjuk, szomos képviselő is testünk már éve, hogy a diásport fontossága azt gondolom, hogy a mai világban nagyon is. Én csak maga az az elvi vonal, így amit megelőtt az első társadalmat. Az 4 millió forint volt, tehát a 4 millió forint. Én polgármester úrral leleveztem ezt a kérdést, ő feltette nekem azt a kellemes kérdést, hogy hogyan, honnan veszek hozzá összeget, honnan szerzek hozzá a forrást, én megjelöltem a forrást, én azt gondolom, hogy a kötelező feladatokra így, és akkor, de természetesen, de nem akarok módosítani, ennél maradok, jó, köszönöm. Tehát akkor ezek a sejjelzők önvezetőtől kérdezem, hogy sikerült-e úgy rögzíteni, hogy képsőtársam elmondta, mert gyakorlatilag most vissza nem ismételném, csak akkor akkor Szamosi Endrének is lenne egy ilyen módosító javaslata, és akkor Horváth Gábornak is lenne módosító javaslata. Én bármelyiket tudom támogatni, tehát igazából ami fejlesztés előre viszi a város, csak itt igen szűkös a előre tervezett, persze itt ugye megint csak fontossági sorrendről lehet vitatkozni, és akkor ugye ez a fórum is alkalmas lehet arról, hogy vitatkozunk arról, hogy mi fontos és mi nem fontos. Én akkor én egybefoglalóan tenném fel akkor a bizottságnak, tehát mind Szamosi Endre, mind pedig Horváth Gábor, illetőleg a Városüzemeltetési Bizottság által megjelölt források szétosztását, hogy aki támogatja így ezzel a kérdést. De igazából tehát lehet, hogy nem jó, mert tehát pontosan Horváth Gábor ugye más felosztásba, végülis nem is, mert bocsánat, ott a félegyházi közlőnynek itt az nem is szerepel ebbe, csak az, hogy ezek megemelésre kerülnének ugye 500 000 forintra, akkor ugye csak a Városüzemeltetési Bizottság határozata annyiban módosulna a Horváth Gábor képviselőtársam alapján, hogy az egyesületek a 300 000 forintról 500 000 forintra lennének felterekítve. Jó, akkor ezzel a módosítása. Igen, akkor bocsánat. Igen. Ugye az elején elmondtam, hogy tartalékkal nem számít a költségvetés. Ez egy nullás költségvetés, ahol a bevétel és a kiadás oldal megegyezik. Én azt szeretném kérni, hogyha bármilyen plusz kiadási javaslattal élnek, jelöljék meg a forrást is, mert különben nem tudjuk kezelni a költségvetésbe ezt a módosítást. Tehát ez, amit a Horváth Gábor megjelölt. Ja, Szamosi Endre úr. Szeretnék visszatérni. Egyrészt összeget is kellene megjelölni, másrészt meg kellene jelölni akkor a forrását. Vagy akkor az esetleg testületi ülésen is lehet. Beilleszteni. Akkor lehet, hogy ez testület ülésen, akkor célszerű lenne addigra. Megyünk külön a kettőt. Ugye a Horváth Gábor képviselőtársának a megjelölt. Jó, akkor ezt kérdezik, tehát egyik külön. Tehát én, ami elhangzott az, hogy a informatika részére lehetődött keretből próbáljuk megoldani a járványérzést. Tehát én a többit csak pályázati keretre képzeltem el, hogy az lenne véresen, hogy egész éppen folyamatos pályázati figyelésekkel ezeket a bocsánat. Most lehetne egy akkor olyan, akkor jó értem a sugalmazást, a pénzügyi, lehetne akkor esetleg, hogy Szamosi Endre képviselő visszavonna a módosító javaslatát, és akkor csak a Horváth Gáboréről döntenénk most? Nem. Vissza. Már csak azért, mert akkor itt ugye meg kell jelölni a forrás és összeget. A Gáboréval is az a probléma, hogy először akkor a képviselőtestületnek dönteni kellene a szervezeti változásról, és utána lehet mozgatni az előirányzatot. Mm-hmm. Jó. Bocsánat, akkor jegyzem. Igen, tehát képviselő úr javaslatát, hogy tegnap a bizottság tárgyalta, ezt ugyanebben tartok. Volt róla szó, ebben is maradtunk gyakorlatilag, akkor is elmondta, hogy a osztályvezetőjétes azt mondja, hogy hogyha van egy szervezeti módosítás, akkor először azt el kell fogadni a testületnek. Tehát most a tervezéshez ezt a javaslatot nem tudjuk figyelembe venni, mert
ez egy függő kérdés. Tehát addig nem tudunk dönteni. Csak a szervi támogatását? Azt lehet, lehet arra szóra, de ez nem a költségvetési rendelet. Tehát, hogyha elfogadja az a testület, azt gondolom, akkor az általán feladott kérdésekre összegek biztosítottak. Ha nem fogadja a testület, akkor az általán feladott költségvetési kérelmek valószínűleg akkor változnak. További, és azt tudom mondani, hogy tegnap bizottság döntött, tehát ahhoz, hogy a közdöntő átszervezzék, ahhoz kell egy döntés. Nem lehet a költségvetési rendeletbe dönteni arról, hogy majd a közdöntő szervezzék rá. Tehát az a keret megmarad ugyanúgy, ahogy tehát gyakorlatilag... Alul van, keretben. Így van. Akkor arról után dönthet március bármilyen testület, csak ez a költségvetési rendelettervezethez nem kapcsolódik. Akkor bocsánat, ha lenne egy olyan javaslatom, hogy akkor Horváth Gábornak a kvázi módosító javaslata, akkor egy elvi támogatásban, és Szamos Jendrének is a módosító javaslat egy elvi támogatásban részesülne, ami viszont előre viszi már a költségvetés módosítását, akkor az pedig, hogy a Városüzemeltetési Bizottság által hozott határozatot támogatja jogi bizottság is, és a későbbiekben, hogyha a testületi ülés úgy dönt, hogy a félegyházi közlöny átszerveződik, akkor utána lehetnek olyan módosító javaslatok a későbbiekben, hogy akkor ezekre a feladatokra, illetőleg igényekre jutna megfelelő forrás, illetőleg pénzösszeg. Az igénybe van adva. Igen, csak maga a forrás, amit megjelöl a képviselőtársam, az egy jogi akadályba ütközik, hogy az átszervezhető legyen, mert a testületnek előzetesen dönteni kell más kérdésről. Akkor én azt javaslom, akkor most így, hogy megtárgyaltuk és letisztáztuk, hogy akkor képviselőtársaimnak a módosító javaslatát akkor elvileg támogatásra teszem fel szavazásra, hogy a bizottság támogatja. Másik szavazás pedig arról fog dönteni, hogy a Városüzemeltetési Bizottság által hozott határozatot, azt pedig támogatja-e a bizottság. Jó, akkor így teszem fel szavazásra, akkor a bizottság pedig kérem, hogy aki elvileg támogatja Horváth Gábor, illetve Szamos Jendre módosító javaslatát, azt kérem szavazzon most. Egy hangulat támogatja a bizottság elviekben a módosító javaslatát, és akkor másik része pedig az lenne, hogy aki a Városüzemeltetési Bizottság által javasolt költségvetési módosítást támogatja, kérem szavazzon most. Ezt is egyhangulag akkor támogatta a bizottság. Jó. Akkor következő napirendi pontra áttérhetünk, ami az ötös az eredeti előterjesztés szerint. Előterjesztés Kiskunfélekhez a város önkormányzat adósság konszolidációja tárgyában. Itt ugye a tárgyalások folynak arra vonatkozólag, hogy hány százalékba és milyen típusú adósságállományt vesz át a magyar állam az önkormányzatoktól, és ennek függvényébe a polgármestert kell felhatalmazni a testületnek, hogy akkor ugye a 2012 évi 204-es törvény 72-75. szakasz szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, kvázi összefoglalva ez a határozat tervezet. Ezzel kapcsolatosan bizottság tagjai részéről van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja és támogatja, kérem szavazzon most. Egyhangulag akkor támogatta a bizottság ezen határozat tervezetet. A következő napirendi pont: előterjesztés a Kiskunfélekhezi járáshivatal kialakítása érdekében 2012. október 25-én létrejött megállapodás egyes számú mellékleteinek módosítása tárgyában. Itt ugye, ha jól emlékszem, akkor egy sorral kibővülne a innovációs központ, igen, kormányablak, igen, helyet adó irodahelyiséget is fel kell tüntetni a megállapodásba. Kérdés észrevétel ezen napi rendi ponthoz. Van-e bizottság tagjai részéről egyéb? Ha nincs, akkor szavazásra most esetlegesen hozzáfűzni, nincs semmi. Jó. Csak azért, hogy föltűnt a vezetőasszony. Jó, akkor szavazásra bocsátom ezen határozat tervezet, aki egyetért ezzel, kérem szavazzon most.
egyhangulat támogatta a bizottság. Köszönjük szépen, hogy következő napirendi pont, előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére az Klibersberg intézmény fenntartó központtal. Itt ez a konzorciumi szerződés, ugye gyakorlatilag a... Ez még nem az másik, bocsánat. Ja, az lesz az egyébben, jó, jó. Ez pedig ugye az, hogy a vagyonkezelő volt fejlődő. Ja, vagyunk, ja, igen, jó, oké. Iskolai épületekre, igen, vagyonkezelő bejegyzése, igen. Jó. És akkor ugye itt fel vannak sorolva, hogy mely intézmények, illetőleg ingatlanok vonatkozásában lesz ez, vagy lenne ez bejegyezve. Jó. Ezen napi rendi ponthoz kérdés észrevétel van a bizottság tagjai részéről. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdés. Aki ezzel egyetértést támogatja, kérem szavazzon most. A bizottság egyhangulag támogatta. Következő napi rendi pont, előterjesztés a Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény működése tárgyában. Itt a intézményvezető asszony Zsolnai Ágnes 3 pontba jelölte meg, illetőleg 4-be a működéssel kapcsolatos építőjellegű javaslatait, ugye mind a hajléktalan szállóval kapcsolatosan, a népkonyhai étkeztetéssel kapcsolatosan, illetőleg ugye a gyermekvédelem és a gyermekügyi igazgatásra szóló törvény megszüntette ugye ezeket a feladatokat, a gyermekjóléti feladatok vonatkozásában, illetőleg a egyfővel növelő és csökkentő létszám igényét. Ezen napirendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem a bizottságot szavazzon. Aki egyetért ezzel, kérem szavazzon. 1-2-3, egyhangú igennel akkor elfogadta és támogatja a bizottság. Következő napirendi pont szintén előterjesztés a Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény, a Szivárvány Személyes Gondoskodási Intézmény és a Kiskonfejező Védőnői Szolgálat dokumentumainak jóváhagyása tárgyában. Itt az előterjesztés mellékletét képezték ugye ezek a dokumentumok, és akkor jogszabályi változások, illetőleg a képviselőtestület döntések vonatkozásában történnének ezek a változások, és akkor így ennek függvényében kellene akkor ugye a dokumentumokat jóvá hagyni. Ezen napi rendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Egyhangulag akkor támogatta és elfogadta a bizottság. Jó, oké. Következő napi rendi pont, előterjesztés a tápló 3.1.3 kötőjel 11/2012 azonosító számú természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban című nyertes projekthez szükséges konzorcium megállapodás tárgyába. Itt gyakorlatilag akik nem mondott le a konzorcium létrehozásáról, így gyakorlatilag az önkormányzatok kötelezettsége megkötni ezt a konzorciumi megállapodást tekintett arra, hogy a Móra gimnázium már nem, és akik a jövőbeni működtetője, fenntartója az intézménynek. Ezen napi rendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor ezt is szavazásra bocsátom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. 3-1-3 igennel elfogadta a bizottság. Következő napi rendi pont, előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelési Központ és a Kiskunyúzom 2012. évi beszámoló és a 2013 évre szóló munkatervük és a múzeum szervezeti és működési szabályzata tárgyában. Gyakorlatilag egy komplett anyagot kaptunk mind a, tehát az összes intézmény vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy szép és jó munkát végeztek, és a elkövetkezett időszak és hasonló jó színvonalú munkát fog végezni az intézmények. Ezen napi rendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor javaslom ezeknek a tájékoztatóknak az elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Egy hangulag, akkor 3 igennel elfogadta.
a bizottság. Következő napirendi pont. Előterjesztés a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesülettel a 2013. évi közművelődési megállapodás megkötése tárgyába, hogy február 28-án lejár a szerződés és hasonló tartalommal érik a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesülettel a szerződésnek a további megkötését. Ezen napirendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Viszontlátásra szerveztük. Amennyiben nincs, akkor javaslom bizottságnak, hogy ezt a kiválóan jól működő munkát akkor hosszabbítsa meg a önkormányzat. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Egy hangulat támogatta a bizottság. Jó. Következő napirendi pont. Előterjesztés Kiskunfegyház a város önkormányzat képviselőtestülete 2013 évi munkatervének kuvágyása tárgyába. Én gondolom ez a táblázatos megoldás, ez csak a előrelátható szükséges és a törvényi feltételeknek minimálisan eleget tevő munkatervet tartalmazza. Ezen napirendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem a bizottságot szavazatot viszontlátásra. Aki ezzel a munkatervel egyetért, kérem szavazzon most. Egyhangulag támogatott és elfogadta a bizottság. Következő napirendi pont, tájékoztató jogi bizottság által 2012 év második fél évben átrázott hatáskörét hozott döntésekről, így gyakorlatilag ugye a bizottság saját hatáskörébe döntött bizonyos pénzösszegeknek kifizetéséről, felosztásáról, ezt tartalmaz ezt a tájékoztató. Ezen határozattervezet tájékoztatóhoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor javaslom bizottságnak, hogy fogadja el. 1-2-3 igen szavazattal elfogadta a jogi bizottság a saját hatását. Ez a tényleg, csak kicsit vicces, mint így ez. Egyebek napirendi pontba 3 alpont szerepel. Jó. Bocsánat. Mindjárt rátérnék. Jó. Egyebekbe. Én nekem nagyon furcsa volt a Sőr Miklós úrnak a idehozott két előterjesztése, kiosztási anyagként. Volt rá 2 percünk, és mi, hogy villámgyorsan kellett előszavazni, a gyors döntések sohasem eredményeznek jó döntést. Tehát én kérek új szavazást ebbe az ügybe. Nem is értem, hogy hogyan került ez ide elő. Volt egy testületi ülésünk, ahol ezt elutasítottuk. Egyszer döntöttünk, léptünk, testület elutasították. Idehozták másodszorra, elutasítottuk. Idehozták harmadszorra, csak megint a testület elé visszük. Kérek ebbe új szavazást. Mert ugye nem is tudtuk megbeszélni megállapodva. Ide jön a papír. Igazából ezt megtárgyalta, bocsánat, kérek, megtárgyalta a bizottság, de gyakorlatilag arról döntött. Szamos Endre úton tartózkodott el, vagy nem is, vagy nem elszavazott, vagy... Tehát igazából... Én most nem elszavaztam. Igen, tehát ennek akkor lenne értelme, hogy... Szavazás, mert nem. Mert igennel szeretne szavazni, meg tartózkodni szeretne, még igazából ez a... Valószínűleg én szeretnék majd lehet. Hát akkor inkább Horváth Gábortól lenne jogos ez a... Még bizottsági tagú is kérheti. Igen, csak azért történik... Most kezdjük el értelmezni, pontosan miről is van szó. Csak azért illogikus, mert azért, tehát azt szokott új szavazást kérni, aki másképp szeretne vélhetően szavazni. Azért nem értem a... Én úgy érzem, hogy akkor én kérek egy új szavazást. Jó, mert... akkor Horváth Gábor új szavazást kér. Én megkérdezem a jegyzőnek ebben az esetben. És 5 percet is kérem. Jó, akkor 5 percet mennünk az egyebek napi rendi pontok előtt. A szünet után folytatjuk továbbra is a bizottsági ülést. Akkor Szamos Endre kér új szavazást, vagy Horváth Gábor kér? Sem mindegy, jegyzőkönyv szerint nem minden. Horváth Gábor, mert úgy... Bocsánat, és így van, hogy logikus, hogy Horváth Gábor kér a napirendek előtt megtárgyalt PGI alapítvánnyal kapcsolatos napirendi pont vonatkozásában új szavazást kért, tekintettel arra, hogy az idő rövidsége miatt nem ismerte meg
teljes terjedelmében az kuratórium képviseletében eljárós jogutós által becsatolt kérelmet, illetőleg a helyettes államtitkár úr által küldött válaszlevél tartalmát. Akkor újra kérdezem a bizottság tagjait, hogy javasoljuk-e így ezáltal tekintettel arra, hogy megtárgyalta a múltkori bizottságülésen a bizottság ezen napirendi pontot, hogy a képviselőtestület tárgyalja-e ezen napirendi pont vonatkozásában a testület. Akkor aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Egy igen, aki tartózkodik, aki nem. Kettő nem, mellett nem támogatja a bizottság az új szavazás eredmény alapján, hogy a testület megtárgyalja ezen napirendi pontot. Jó, akkor egyebekbe megyünk tovább, akkor itt elsőként a előterjesztés a kiskunfélegyházi napközi otthonos óvoda félegyházi telephelyű óvodáinak nyári nyitvatartása tárgyába, gyakorlatilag a hat óvoda felosztja egymás között július 1-től augusztus 23-ig tartó ügyelet időszakát. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazunk. Aki elfogadja ezt és támogatja, kérem szavazzon most. 1-2-3 igen szavazattal, akkor egy hangulat támogatta a bizottság. Következő napirendi pont előterjesztés az óvodák és általános iskolák beiratásával kapcsolatos körzethatárok meghatározása tárgyába. Itt azt tartalmazó, hogy melyik óvodába, illetőleg melyik iskolába, mely utcában lakó személyek hova irathatják be, vagy hova kell beiratni a gyerekeket az iskolába. Jó. Oké, ezen napirendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazunk. Aki támogatja, kérem szavazzon most. Egyhangulag akkor támogatta a bizottság, és a harmadik napirendi pont pedig a kiskunfélegyházi többcélú kistérségi önkormányzati társulás társulási megállapodásának 11-es számú módosítása tárgyában. Így gyakorlatilag ugye a jogszabály január 1-től hatályos, amely vonatkozásában önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestek felülvizsgálják, és a törvény rendelkezésre megfelelően módosítják 6 hónapon belül ezen megállapodásokat, és így a lényeg, igen, ez a Bugac nagyközség és Bugac pusztaháza község önkormányzatai csatlakozási szándékukat fejezték ki a társulási tanács 1/2013. Mi ez? Jó, oké, belső ellenőrzés van, tehát társulás. Így ennyi, és akkor ja, és igen, és két részletbe fizetik meg a tagdíjat, itt a, gyakorlatilag ugye itt van egy március 15 és egy június 30-ig történő utalás. Igen, tehát ez, ehhez a napirendi ponthoz kérdés észrevétel van a bizottság tagjai részéről. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Amennyiben támogatja, kérem szavazzunk most. 1-2-3 egy hangulag, akkor támogatta a bizottság. Egyebekben még valamit szeretne valaki, akkor köszönöm szépen a részvételt, és akkor a bizottság ülését akkor bezárom.